Fischl Vilmossal ülünk itt a stúdióban, Isten hozta. Köszönöm szépen. Hát nehéz, nehéz év, több mint egy év áll a hátunk mögött. Kilábalóban vagyunk, ebben reménykedünk mindannyian. Mik azok az erőforrások, amikbe ön személyesen is tudott kapaszkodni ez alatt az idő alatt? Ugye most már több mint egy éve itt van az életünkben a pandémia, ez a COVID-19 koronavírus, és ez az egyházakat is én azt gondolom, hogy erőteljesen megviselte, több szempontból is, hiszen bár a katolikus egyház nem teljesen zárt be, néhány egyház megyéje egy néhány hétre zárt be fizikálisan, de összességében a templomok nyitva voltak, a szentmisékre lehetett menni, és aki szeretett volna fizikálisan találkozni a pappal, az atyával, akkor lelkileg ez a fajta kötődés megvolt. A protestáns egyházakban ez egy kicsit másként volt. Ott a koronavírusra való tekintettel a templomok tulajdonképpen is az imaházak bezártak, és online módon voltak a közvetítések. Tehát a lelkész és a gyülekezet, a hívek telefonon keresztül érintkeztek elsősorban. Nyilván, hogyha kazuálék voltak, tehát temetések voltak, akkor nyilván azt a jogszabályoknak megfelelően 50 fővel ugye megtörténhetett a temetés, de összességében találkozások templomban nem voltak az elmúlt hosszú hónapok alatt. És aztán ugye május 2-ával újra nyitás történt, aminek nagyon örülünk, hiszen ez az újra nyitás, ez jelenti az újrakezdés lehetőségét is mindannyiunk életében. És én azt gondolom, hogy azért a hívek ki voltak már éhezve arra, hogy személyesen találkozhassanak, de sokakban félelem volt, hiszen nagyon sokan elvesztették szeretteiket. Míg az első hullámban nem nagyon találkoztunk, csak hallottuk, hogy valakinek a ismerősének az ismerőse meghalt, addig itt konkrét ismerőseink mentek el az élők sorából, a mi ismerettségünk alapján, vagy amik mi tapasztaltunk, és éppen ezért ez egy más volt ez a harmadik hullám. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, vagy egy kicsit így összeérnek a szálak, tudunk egymásról, tudnak egymásról, figyelik egymást. Volt olyan, hogy tanácsot kértek, ti hogy csináljátok, mi hogy csináljuk, vajon szóval ilyen kicsit közös tervezés, közös eszmecsere volt? Havonta egyszer vannak elnökségi ülések a hónap első hétfőjén. Az is Zoomon ment, gondolom, vagy valami távolról ment? Nem, az elmúlt... ezeket mindig személyesen tartottuk. Tehát mi figyeltünk arra, hogy ezt azért tartsuk személyesen, mert személyesen meg tudjuk azokat a nyilván távolságtartással, maszkban tartottuk ezeket. Személyesen megtudtuk azokat a legnehezebb kérdéseket is beszélni, amit egyébként más esetben nem. Teljesen más a Zoom vagy a Teams rendszer, és teljesen más az, amikor személyesen találkozunk. És miután itt az elnökség 6 fős, ezért 6-an egy nagyobb teremben minden gond nélkül tudtunk a legnehezebb időszakban is távolságtartással találkozni. Tehát mi mindig összejöttünk, és személyesen próbáltuk megvitatni ezeket a kérdéseket, és valóban fölmerültek ezek, hogy akkor a református egyház hogyan gondolja, mikor nyit, milyen módon, a baptista egyház hogyan gondolja, milyen módon nyitnak. Még így is az egyeztetés során nem történt teljes egység, mert például mondjuk a metodista tagegyházunknál 14 gyülekezet van, ott például úgy döntött az elnökségük, hogy minden gyülekezet saját maga tudja, hogy a helyi viszonyok milyenek, és ők maguk döntik el, hogy nyitva maradnak-e, vagy pedig átállnak az online módra. Azért összességében a többi tagegyházunknál ott azért online módon történtek az istentiszteletek, kivéve az ortodox tagegyházaknál, 5 ortodox tagegyházunk van, szerb, román, bolgár, moszkvai patriarchátus és konstantinápolyi patriarchátus, ők tartották a szent liturgiákat, de nyilván nagyon pici létszámmal. Hát én azt gondolom, hogy még ha egyeztettünk is, akkor is azért mégis voltak helyi sajátosságok. Igen, hát ugye itt látszik az ortodox és a katolikus, akár római, akár görög katolikus
egyház nehézsége, vagy hát nehézsége, sajátos helyzete, hogy a szentségek kiszolgáltatása nem tud megtörténni másként, mint ez így személyes. Van. Ez így van. Mert ugye lelki beszélgetés, nem tudom, amit ugye a protestáns egyházakban gyakorolnak, vagy ige hirdetés, hát az mehet közös imádság, az mehet távolról, de a szentségek kiszolgáltatása, hát az bizony személyességet feltételez. Igen, egy ilyen fajta kiéhezés volt egyébként a protestáns egyházakban is, hogy a hívek éheztek már, most ezt jó értelemben, az úrvacsorára, ugye az euharisztiára, mindazonáltal ebben az időszakban ez nem vagy különös körültekintéssel történhetett meg. Tehát nyilván ennek megvoltak a hátrányai ennek az időszaknak, de akkor megvoltak olyan szempontból az előnyei is, hogy megtudtuk azt, hogy az online közvetítéseken keresztül azért rengeteg embert el lehetett érni. Nyilván ezt át kell most már gondolni, hogy most már élőben tudunk találkozni. Szabad-e online közvetíteni továbbra is, hiszen a hívek azt mondhatják, hogy hát ha úgyis pont ugyanabban az órában van a közvetítés, akkor inkább otthon maradok, és akkor nézem majd a konyhából a tévét. Én azt gondolom, hogy érdemes ezt átgondolni, és adott esetben fölvenni, rögzíteni az istentiszteletet, és aztán egy-két nappal később leadni, de nem ugyanabban az időben. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen átgondolandó a jövőben. Mi lehet a gyógyír? Hát az elsődleges gyógyír nekünk keresztények számára az az imádság, ezért június 6-ára terveztünk egy olyan vasárnapot, amikor imádkozunk együtt, katolikusok, protestánsok, ortodoxok, tehát a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával egyeztetve, magyarországi egyházak, akik megosztalánsadtak egyházai, mind a 11, tehát összesen 12 egyház vasárnap imádkozik. Ez azt jelenti, hogy a papok, lelkészek, lelkipásztorok, mindenki a saját templomában harangozik majd, és az harang szó az ugye az istentiszteletek előtt most kifejezetten és különösen is a Covid-ban elhunytakért fog szólni, a gyászolókért, és nyilván gondolunk azokra, akik őket ápolták, és az imádkozás is erről fog szólni. Van egy közös imádság, amit együtt egyeztettünk a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával és az Ökumenikus Tanács elnökségével, és ezt az imádságot olvashatják fel majd a lelkészek, papok az istentiszteleten, szent liturgián, szent misén, és akkor így együtt tudunk imádkozni a betegekért és a gyászolókért. És akkor ez azt jelenti, hogy most vasárnap, 6-án nem feltétlenül egy időben, hanem amikor amúgy is sor kerülne a szent misére, istentiszteletre, szent liturgiára, akkor tudatosítsuk azt, hogy ez a harangszó, ez az imádság most azokért szól, akik akár meghaltak, akár betegek, vagy... Így van. Vagy akik ugye ezért dolgoztak, hogy ők jobban legyenek, tehát orvosok, ápolók, egészségügyi dolgozók, és hogy ne feledkezzünk meg, hogy azért, még ha nem is sokan, de azért nem kevés szám, valamivel több mint 500-an vannak az, akik elveszítették a szüleiket, tehát árván maradtak, és nyilván értük is szól ez az imádság és a harangszó, hiszen ezek előre nem látott események voltak, hogy valaki árva lesz egy betegség következtében. Nagyon köszönöm, hogy eljött, és akkor bízom abban, hogy nagyon sokan be fognak kapcsolódni vasárnap ebbe az imádságba. Köszönöm szépen, sok erőt és áldást kívánok!